Szeretném felkérni Eifert János fotóművészt, a Kerengő Galéria művészeti vezetőjét, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy 10 ilyen kiváló fotográfus, mínusz egy magamat nem is tudom sorolja, de hagyd ne tűnjek ilyen nagyképűen szerintelennek, vagy szerénynek. A lényeg az, hogy itt gyönyörű képeket látunk, és a 10 szerzőt, a 10 alkotót a témához fűződő viszony a Nemzeti Táncszínházhoz való kapcsolata jellemzi, és azon kívül külön-külön egyenként a hazai fotográfiának 10 olyan képviselőjét látjuk, akit a szakma, a közönség szeret, elismer és megbecsül. A megnyitó az alkalom arra, hogy egymás munkáit látva gondolatokat indítsunk el. Ezek a gondolatok olykor szeretetteljesen találkoznak egymással, vagy vitatkoznak, akár önmagukkal is. De itt a lényeget én úgy érzem, hogy annak a 10 évnek és a 10 fotósnak a szimbolikusan is hatalmas erőjű megjelenésében értjük. A műsorfüzetben is felsoroltak szerint 10 fotográfus név szerint ABC sorrendben említeném őket, és egy-két pici kis jellemzéssel talán megpróbálnám, ha úgy tetszik, nagyképűen hangzik talán a fotográfia történetébe illeszteni, sorolni őket. Csák Miklós korát tekintve már a ilyes korában jóban túl van, de még mindig fiatalos lelkesedéssel kíséri előadásra figyelembe a Táncszínház előadásait. Dusa Gábor, ő azon túl, hogy is fogalmazza, fotoművész, fotoriporter, szolga király egy személybe, tehát szorgalmasan és tudatosan végigfényképezi a hazai tánc eseményeket. A Táncszínház mellett természetesen a MUL, az Erkel Színház, stb. Operaház és az elmúlt 10 évre gondoló. Hihetetlen gazdag alkalommal örvendeztetlenek bennünket, és azon belül még egy különleges értékét elindítanánk ki, hogy nagyon érzékeny és nagyon összpontosít a kortárs, a rossz szóval modern tánc stílusok irányába. Gordon Eszter minden kultúra művészet minden területén nagyobb halak, filmfalatokat fölösszák természetesen, és a tánc úgy látom a képeiből is, hogy nagyon preferált területét jelenti az igen gazdag témakörű munkásságából. A kiállítás rendezése során könnyű dolgunk volt, mert nagyon sok jó kép érkezett, és majdnem, hogy az adott falfelületek határozták meg, korlátozták a kiállítható képek mennyiségét. Eszter egy nagyon szép tervvel együtt ült el a képeit. Igazán rendezni nem kellett a képeit, mert lépett pontosággal végeztünk különben használni a képeket, ami nagyon jó tett az egész kiállítás összes összhatásával. Hagyó Béla, furcsán hangzik, hogy már a táncfényképezés nagy öregje, nem öregítve magamnak, és először a fiatalos temperamentumos megjelenés ellenére itt a nagy öreg szót használom. De ez az igazság, hogy talán körükben az egyik legvége óta figyelet nagy szeretettel és nagyon a figyeléssel a táncot megkülönböztetett módon, bár a mintásság a tevékenysége csatornalú, de mi ezt szeretjük, és ezt ismerjük a leginkább, és köszönet érte, hogy
pedig a vidéki előadások az első, második, harmadik szereposztásokat is figyelemmel kísérlet, mert ha tetszik, ha nem, minden film, videó, korszerű média megörökítésre van élet, még minden fotográfia az a legkézzeltekvőbb műfaj, vagy eszköz, vagy terület, amivel a tánc csodálatos világát, élményét és múló világai maradó megörökítéssel az utókornak tudjuk fölkínálni. Sok koreográfus a felújításból, fotográfiákból is rekonstruál térfordulókat, jelmezeket, sőt, nagyon sokszor a tánc mozdulatokat is. De hát ez természetes, és természetes, hogy ilyen nagyszerű fotográfus nemzedékek egymás mellett élésében a fiatalok, az öregek, a középosztály, hogy mondjam várjuk szóval, értetek mire gondolok, nagyon jól együtt tud dolgozni, hiszen a bemutató a fotós próbák alkalmából ilyen csak igyekezzük el tünekedni a legjobb nézőpontokért, és ezt úgy vettem észre, hogy nagyon európai mértéktartással, nem a szokásos riporterig egymást könyvköléssel hagyjátok a másikat, a többieket is dolgozni. A sót folytató állítása, Konzsuzsa következik. Konzsuzsa azon túl, hogy imádja a színházat, azon belül a táncot, olyan maradandó portrékkal és előadás közben készült felvételekkel remekelt, amik igazán egy olyan minőségnek tekintünk, ami okán sokunknak példaképet. Nem tudom, hogy Zsuzsa hol vagy, finom a háttérben természetesen, de köszönjük neked azt a sok kisebb, nagyobb, apró, erőteljesebb szakmai tanácsot, fokás, rutint, amit úgy menet közben tőle elveshettünk és elmondták nekünk, hiszen a Zsuzsa nem csak a fényképezésben aktív, hanem egy olyan aurával rendelkezik, amelyben a fiatalok az utánpontás nevelés is tárképelesen, de közvetlenül vele tartozik. Kózis Péter nagyon megörvezett bennünket, és köszönjük, hogy egy képpel ajándékozott meg bennünket. Valahogy én is úgy vagyok vele, hogy tőle tanultam, tőle vestem el az ő bemozdulásos képeit, lelkesítettek jó néhányunkat, még a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, amelyek már akkor egy nemzetközi értékkel mérve túlmutatta a hazai sikerista csúcsán, hiszen Kornis Péter úgy jegyezi a fotótörténet, mint a világ egyetlenül fotográfusát. És nagyon fontos megjegyezni vele kapcsolatosan, hogy ő következetesen egy stílusban, egy alkotói felfogásban készíti a képeit. Sokszor szerényen dokumentalista fényképésznek, fotográfusnak nevezi magát, és dokumentalista fényképezésnek mondja azt, amit csinál. Holott mi tudjuk, hogy a dokumentalista fényképezés, a riportfotó, a fotoművészet egyik legrangosabb műfaja, tehát szerénykedésre, meg visszafogottságra igazán neki sincs szüksége, de egy a lényeg, hogy a kisugárzás, a hatása az évtizedek óta a fiatalokra, az újabb és újabb tehetséges nemzedékekre. Patrus Sándor, ha úgy tetszik, friss felfedezés, bár a korát tekintve egy érett és már nem egy olyan stílusban, de alkotójeltételésben ugrálós fotográfus, viszont olyan minőséget hozott
a táncfényképezésben, ami a szerkesztésmódban, egyet a gondolkodásmódban, a riportos felvétel készítésén túl a kreatív fotográfia területére teszi őt. A félreértések elkerülése véget, tehát nem a műfajok közötti, vagy alkotói stílusok közötti különbözőséget akarom itt hangsúlyozni, hanem azt, hogy épp hogy ez az ember, ez a 10 ember, szinte 10 alkotói felfogás, stílust és alkotói módszert képvisel, független attól, hogy fotoriporternek, fotoművésznek, fényképésznek, vagy csak egyszerűen fotográfus nevezi önmagát. A végeredmény, a teljesítmény, ami a képeket önök is láthatják, a fotoművészet rangos szintjére sorolja mindjártat. Siklós Péter a zenei ábrázolás unikás területéről csöppent a táncba, szerencsénkre gazdagodott fele a táncfényképezést, és a sajátos stílusa az szincs volt az önfényképezés területén. Különleges technikákat, egyedi megoldásokat használva lehet azt mondani, hogy a képek sokszorosíthatósága az nála az egypéldányosra összpontosul. Éppen ezért a műtárt kereskedelmi oldaláról nézem, talán éppen ezért különleges értéket jelentenek a barmikot színezett organikus technikák felvonásával készült képei. Várhegy István szintén az utóbbi években tűnt fel, legalábbis az én tanároskodó, szakíroskodó látókörökben, és nagyon örülök a jelenlétének, mert egy új, friss, lehet azt mondani, egy más szemléletet hozott be, amit mi nagyszerűen lereagálva, eltanulva beépítettünk a saját dolgunk készítése közben. Nem akarom túlzottan gyújtani a szót, én készültem a Kerengő Galériának ez a 115. kiállítása, amit a 10 év alatt rendezhettem, és éppen 10 évvel ezelőtt a Pásztor Fotoművészetben címmel az egész a Kerengő Galériát, az előteret, az összes lépcsőházi teatörökbe kihasználva egy olyan gyűjtemény vagy gyűjtés eredményeképpen mutattam be egy nagyszerű szerepet a magyar fotográfia történetéből, amelyet a Kecskeméti Fotográfia Múzeumtól kezdve a kortársakon keresztül a színház történeti múzeumi gyűjtemény anyagából vállalhattam. És érdekessége, hogy akkor ugye Kécsi Józseftől, Angelótól kezdve az akkor és a keleti Iván Koncs Péteri egy olyan keresztmetszetet mutathattam be, ami nem csak a tánc téma szempontjából volt érdekes, hanem a magyar fotográfia történetéből is. Párhuzam is hívva, ezt a most a számában, a képek számával lényegesen kevesebb bemutatott képanyagot, mégis egy olyan párhuzamot érzek, ami nem erőltetett, és azt mondom, hogy az a fotótörténetben is nagyon értékes korszak összefoglaló, ami 10 évvel előtt bemutatásra kerül, itt megújítva friss szemlélettel a 10 fotográfus szemléletmódját tükrözve a hazai művészet ágak között a fotográfia nagyon jellemző és nagyon nagyszerű tehetségek fölvonultató csapat megmozdulása volt. És a témát nagyon áttételesen folytatva vagy lezárva egy gondolatot idéznék a Vakszigetek a Művészetekért című kulturális művészet.
helyzetét jelzi, és azért jó, hogy itt eltökenik fölöslegesen lelkezni, vagy csinálkozni a művészetek megbecsülése okán. Hallgassátok meg ezt a néhány mondatot. A művészet a plátói katalogikus értelemben elveszett a monetáris társadalomban, a pénz által irányított értékrendszer miatt, a végtelen nyomon kínált nincs és eszközként használt alcsatornák, az úgynevezett kommunikációs, dekoratív vagy iparművészeteknek nevezett jelenségek agyonúgják jelenlétükkel a társadalmi szemét. Mindenütt jelen van a művészet, írja a Köringer. Az utcákon, bankokban, a kórházakban, a pályaudvarokon, a lakásokban egyetlen hely sem művészetmentes. A művészet szakadatlan háttérzajjár, környezetszennyezéssé vált. Ennek épp fordított hatásaként a művész, mint alkotó személy, léptével, cselekedetével és hitével együtt a társadalom perifériájára szorul, ha csak nem veti be magát, mint eszköz valamelyik kommunikációs csatornán üzenet hordozójának, eleve fals területén személygyártóként. Ha viszont saját nyelvét szeretné használni, akkor létezhet ugyan, de a művészetet működtető nagyiparon kívül, tehát úgy, hogy ez az ipar nem vesz volna tudomást. Ez a szomorú valóságos helyzet. Köszönöm a türelmeteket, és azért a folytatás az nem ennyire borús ecsettel készült dolog. Visszatlan szólt akkor. Még a kocintás előtt Török Ján igazgatóhoz szeretne néhány mondatot szólni. Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű kiállítást, és azt gondolom, hogy a 10 év alatt a fotoművészeknek köszönhetjük azokat a vendégkönyvben beírt élményekről szóló írásokat, és a nézőknek a visszajelzését, amik az itt kiállított fotók által átélhettek. Én nagyon bízom benne, hogy minden kiállító érezte azt, hogy nagy tisztelői vagyunk a fotóművészeknek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, és szeretnénk ezt a kiállítást a Táncszínház 10 évéről készült albummal megköszönni, és ezt átadni, mert ez az album is csak attól album, hogy fotók vannak benne, és ezt még egyszer köszönjük. A kocintás előtt átadnánk, és utána szeretettel fogadjuk Önöket benne a Káli házban egy kocintásra. Köszönöm szépen! Vannak, hogy szerencsére a legtöbb kiállító művészünk itt van, úgyhogy ahogy én most látom őket, ő szólni fogom, Patrus Sándor. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És Egyfert János természetesen! Na és a Várhegyi István, bocsánat! Igyekeztem számolni, de nem jött össze! Köszönjük! Egy jó táncos kollégát! Köszönöm!